Tanár úr, most, hogy Voldemort újra köztünk jár, nekem kell felvennem vele a harcot. Hát ez egyértelmű, Harry. Te vagy a legfőbb ellenfele. De én egy átlagos képességű gyerek vagyok, és még rosszul is látok. Béna! Pápa szemes! Béna, Fogsz a főnix tud beszélni? Ne is törődj vele! Az írónő J.K. Rowling mindig is így képzelt el, hogy tudok beszélni! Ezek az utólagos változtatásai az írónőnek. Ja, még szerencsé, hogy engem kiadott ezekből. A meleg helyzetekből. Meleg helyzetek? Érted? De Voldemorttal mit csináljak? Nyugalom, Harry. Tudok egy praktikát, amivel tuti helyben hagyod. Ha-ha! Harry Potter, a kis túlélő. Végre összecsapunk. És most nevetek, mint egy fogyatékos. Jaj, Ron! Harry ezt hogy éli túl? Hermione, te miért vagy fekete? Ja, hát J.K. Rowling mindig is feketeként képzelt, de ezt csak később vallotta be. Voldemort! Csak Voldemort! A téti nem ejtjük. J.K. Rowling mindig is így gondolta, csak ugye ezt később vallotta be. Az most mindegy! Harcra fel! Legyen! Ezt a pálcát még Dumbledore tanácsolta. Basszus, ez ám az impozáns pálca, az enyém meg milyen pici hozzá képest. Most tönkre beégett a halálfalóknál. Azt a Harrynek mekkora varázspálcája? Hermione, te miért vagy kínai? Tudod, J.K. Rowling mindig is kínainak képzelt el, de ezt csak később vallotta be. Na mi lesz, támadsz? Vagy túl pici a pálcád? Nem pici, a varázslataimhoz teljesen megfelelő, és még senki sem panaszkodott amúgy... Basszus! Lekonyult a pálcája! Úgy tűnik Harry fog győzni! Hermione, te... Igen? Elhagyjuk! Ugyan, Voldemort, a pálca potenciál problémák 50 fölött igen gyakoriak, nem kell a szívedre venni. Ha-ha-ha, győztem! Remek voltál, Harry! Fox a Főnix! Te most egy malac vagy? Ja, mint kiderül J.K. Rowlingnak, amúgy fogalma sincs, hogyan néz ki egy Főnix, és végig egy malacként képzelt el!